Sziasztok! Mindenkit üdvözlök a mai videóban. Most elmegyünk megvenni azt a lovat, amit ti választottatok. Eredetileg azt ígértem, hogy csütörtökön fogom lezárni azt a szavazást, viszont rájöttem arra, hogy most holnap szerda lesz, vagyis hát lehet, hogy már holnap kerül ki ez a videó, nem tudom. Még lehet, hogy megpróbálom ma összevágni. De viszont szerdán lehet, hogy el fog menni a lópiac, és azt nem akarom megvárni, hogy itt elmenjen, és ki tudja, mikor jöjjön vissza. Úgyhogy már megvesszük most. Eléggé nagy előnnyel nyert így is a győztes lovacska, úgyhogy szerintem annyira nem bánjátok, hogyha már most lezárom. Igazániból tényleg az, hogy szerintem el fog menni holnap, és azért az meg elég szerencsétlen lenne, hogyha nagy nehezen megszavaztatjuk a lovat, de aztán viszont megvenni nem tudjuk. Vagy másik oldalon vannak a lovacskáink. Mindig itt vannak a kis érdekes csikók. Na, olyan hányadik oldalon volt? Hát ez gyors volt, a második oldalon volt. Na, hogy melyik győzött? Elég nagy fölénye, nem is kicsivel ő győzött. A Celefrancais, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét, még mindig, bocsánat. Megnéztem, viszont ugyanúgy nem tudtam kimondani utána se, úgyhogy erről ennyit. És akkor ő lesz megvéve. Rengeteg szép nevet írtatok neki. Nagyon sok olyan volt, ami nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nagyon nehéz volt közülük egyet választani. Rengetegen írtatok olyat, amiben volt olyan sárkány, meg virág, meg nem tudom mi. Az egyik nagyon-nagyon tetszett, például a Sunflower, viszont az előző lovam, amit ugye itt együtt vettünk videóban, ő pedig a fahéj volt, és abban is ugye fahéj virág volt a neve, úgyhogy ezért nem virág lesz ő is, mert ezért nem virágozzuk tele az összes lovat. Rengetegen írtátok még például a Mistfolt, az is tetszik, viszont azt majd valami másfajta lónak szeretném adni. Legfőképpen olyannak, amit onnan vettem, onnan veszek. Inkább a helyről, ugye, amiről elnevezzük, azok meg egyszerre ugranak, ügyesek vagytok. Még nagyon sokan írtátok például a Dragonfire-t. Ez is tetszik ez a név, viszont nekem már van ilyen nevű lovom, úgyhogy még egyszer nem szeretnék még egy ugyanilyen nevű lovat. Viszont rengeteg ilyen nevet írtatok, hogy Dragon, úgyhogy lehet, hogy valószínűleg, sőt, valószínűleg az lesz eleje. Keressük meg a D betűt. D betűnél tartunk. Oké, sárkány lesz az eleje. Ahogy is nagyon sárkányosak vagyunk. És én nekem, ami nagyon tetszett, az a Dragonfly. Mivel ugye ez szitakötőt jelent, és tökre tetszik, hogy egy-egyben szitakötő. Úgyhogy szerintem ez jó lesz neki, ez a szitakötő név. Szerintem legalábbis illik hozzá szitakötő. Végül is ló, úgyhogy nem szitakötő, de nem baj. Szerintem jó lesz neki az a név. Volt olyan, aki a középsőt mondta, hogy a középső legyen meg. Hát azt alapban nem szeretném megvenni, mert nagyon-nagyon alapló színe van. Plusz 890-est azért nem adnék ki érte. Már bocsánat. Ez viszont jó lesz, ő nem drága, úgyhogy bevehetünk egy ilyet. Bocsánat, egy párszor rá fogok nyomni, mert sikerült olyat csinálnom, hogy rossz lovat vettem meg. Szóval akkor ő lesz, akit megveszünk. És úgy fogjuk hívni, hogy szitakötő. Vagy egyszer lesz egy Sunflower nevű lovam is, csak nem egyből a másik után akarok még egy ilyet venni. Úgyhogy ő itt szitakötő. Úgy szépen haza is viszik nekünk, aztán akkor majd szépen rácsücsülünk, és bemutatjuk ezt a lovacskát. Szóval, ő itt a mi kis szitakötőnk. Úgy nekem nagyon tetszik, mert olyan kis különleges színe van, nem nagyon van más ilyen színű ló. A Westfáliaihoz hasonló sincsen. Úgyhogy ez most itt tök jól összejött, úgyhogy. Nagyon tetszett már régebben is ez a ló, úgyhogy nagyon-nagyon tervezte, hogy megveszem. Főleg, hogy volt egy ló, ami régen lovagoltam, aki nagyon-nagyon hasonlított erre. Csak annyi különbségű, hogy sokkal sárgább volt. Azt nem is tudom, hogy ez milyen színűnek számít. Milyen fogalmam sincs, milyennek számít. Szép, az a lényeg, hogy szép. Szép lovacska. Szép lovacska. Szép lovacska. Milyen pici lett ez a kutya? Eddig is ilyen pici volt. Ez nekem úgy fura. Eddig is ilyen picik voltak ezek a kutyák. Aha.
Csak én érzem azt, hogy kicsit nagyobb lesz. Jaj, ennyivel előrébb teleportál ki, akkor kicsit ide állunk, és akkor hát, ha valahol közelebbre jön. Hát szerintem itt sokkal nagyobb, amikor kijön. Szerintem. Na mondjuk annyira nem, csak lehet, hogy csak annak tűnik. Nem tudom. Én miért vagyok, hogy mindig kabátba, azt nem, azt sem tudom. Vigyük fel a klubszettet, hogyha már ilyen szépen klubszettbe beöltözünk. Van a fekete sapkám. Csityak. Úgyhogy. És akkor bemutatkozik az új szerzeményünk, szitakötő. Aki nekem már most rohadtul tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Ahhoz képest, hogy alapló, nekem nagyon-nagyon tetszik. Most tök jól elfutkoztam múltkor is, ugye az volt az edzésünkben, hogy a morabba szaladgáltam, és akkor mindenkinek megtetszett a morab, és körülbelül 5 embertől adtam vissza, hogy megvette utána, úgyhogy most meg őt fogjuk reklámozni. Ugye a régebbi fajta pacikat. Inkább tetszenek ezek is, mert most ahhoz képest, hogy mennyibe került, nem nagy ár érte. Nekem tetszik, milyen kis különleges színe van. Ha már alaplószerű lovat akarunk, egy szép alaplószerű lovat, akkor ez itt van szép alaplószerű lónak. Úgyhogy nekem tetszik ez a paci, én meg vagyok vele elégedve, szerintem szép. A színe az nagyon-nagyon tetszik. Szóval az nagyon-nagyon, az csillagos, ötös a színe. Kicsit sétálgatunk vele. Lehet, hogy az lesz, hogy ő lesz mostantól az edzős lovunk, és ezt videóba fogom teljesen kiedzeni, 100%-osan. Úgyis elég sok olyan videó van mostanában, amiben edzek, és közben valamiről beszélek. Úgyhogy lehet, hogy ő lesz a következő ilyen edzős lovunk. Vagyis hát nem tudom, hogy befejezem-e még az előzőt. Szerintem nem. Be fogom fejezni, csak nem videóba, természetesen. Szerintem ő lesz a következő edzős pacink, akivel fogunk edzeni, és közben minden dologról fogok beszélni. Mert akkor legalább már lesz értelme annak, hogy lovat edzek. Nyíj, de szép az a kis virág. Szóval őt szavaztátok meg ezt a pacit, ő így szitakötő, és nekem nagyon-nagyon tetszik, de úgy ebből a szögből kicsit úgy néz ki, mint a palominó lenne. Pedig szerintem ő nem palominónak számít, vagy igen? Én nem tudom, ő palominónak számít, vagy sárgának. És tényleg elgondolkoztam rajta, hogy ez lehet, hogy egy palominóló. Én mindig azt néztem, hogy sárga, de lehet, hogy nem sárga. Hát, hogy tényleg nem sárga, hanem palominó. Bocsánat, csak én vagyok ilyen szerencsétlen, de tényleg én azt hittem, hogy ez sárga. Olyan kívülről sárgának nézett, de most, hogy megnézem, inkább palominónak tűnik. Fogalmam sincs, hogy valamilyen deres, nem tudom. De most ezt komolyan mondjátok már, mert ilyen kommentben, hogy ez milyen lószínnek számít. Mert szerintem ez most egyre jobban azt gondolom, hogy ez palominó. Most így megnézem a fejét, annyira palominónak tűnik. Érdekes. Akkor nem tudom, nézzük úgy, hogy ő egy palominóló mostantól. Én tényleg azt hittem, hogy sárga. Tehát mégiscsak palominó inkább. Nem tudom, fogalmam sincs. Úgyhogy írjátok meg nekem kommentbe, hogy ez alól milyen színű. Légy szíves, mert rá akarok jönni most már tényleg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megszavaztátok ezt a lovacskát, meg írtatok nagyon-nagyon sok névötletet, meg minden nagyon-nagyon hálás vagyok érte, hogy ennyire partnerek vagytok. Szóval találkozunk a következő videóban, amiben valószínűleg már őt fogjuk edzeni, vagy még a kérdezfelleg videó az, ami még hátra van fölrakni, csak ugyebár ez egy több mint egy órás videó lesz, úgyhogy arra úgy kell fölkészülni, hogy ez 6 óra gépes munka. Úgyhogy arra még sajnos várni kell egy kicsit. Sőt, lehet, hogy csak hétvégén fogom tudni felrakni. Azért köszönöm a türelmet, és sziasztok!